Jurij Korinyec, Ott messze, a folyón túl. Regény. Fordította Bojtár Anna. A tűz, a víz s a rézkürtő. Köszönöm a figyelmet. A lakásban rajtunk kívül még laktak néhányan. A lakásunkat kommunálisnak, közösnek nevezték, mert kommunában éltünk. Ez azt jelenti, hogy minden közös, és mindent meg kell osztani. A lakásunkban persze nem minden volt közös, például a kabát, a kalocsni, az ágyak, a fogkefék, a törülközők és más személyes olmik nem. Ezeket mindenki maga használta, és senkinek nem adta oda. De ez csak azért volt, mert az igazi kommunához még nem nőttünk fel. Így magyarázta a bácsi. De azért sok minden közös volt. A konyha, a folyosó, a fürdőszoba, a telefon, a padlókefélő, a villanyóra és így tovább. Más egyebeket pedig egyszerűen megosztottunk egymás között. Osztoztunk a pénzen, kölcsönöket adtunk egymásnak. A krumplin, a kenyéren, a són, a teafőzőn, a spiritusfőzőn, a serpenyőkön, a teján, a lábasokon, a siléceken, a gyufán, a cigarettán, a játékokon és más egyében is. Ünnepnapokon felkerestük egymást jó kívánságainkkal és ajándékokkal, és mindig segítettünk egymásnak a bajban. A lakásban nagyon vidáman éltünk. A folyosót sugárútnak neveztük. A sugárúton lógott a telefon. Ez volt a főposta. A férfiak többnyire ott jöttek össze és cigarettáztak. A konyhát pedig nagy hurálnak neveztük. Ez országgyűlést jelent. Mert mindig a konyhában zajlottak a gyűlések. Mindenki ott fejtette ki a nézeteit a különféle témákról. A konyhában érdekes dolgok zajlottak. Mindig sokan jöttek ott össze, és mindent megbeszéltek. Ott alakult ki a közvélemény. A közvélemény az, amit az emberről tartanak. Ezt is a bácsi magyarázta el nekem. Például ott él az ember a szobájában, de ki jön. Megfordul a közös helységekben, bemegy a konyhába, a fürdőszobába, lemegy az utcára, a térre, és így tovább. Az iskoláról már nem is beszélve. Mindenütt emberekkel találkozik, akik látják őt, akikkel beszélget. És ebből alakul ki a közvélemény. Aztán visszamegy az ember a szobájába, teázik, leckét ír, alszik, játszik, az említett helyeken pedig beszélnek róla. Lehet, hogy egy hétig ki sem bújik a szobájából, mégis beszélnek róla. Elutazhat akár egy hónapra, egy évre, néhány évre is, még meg is halhat. De azért egyre csak beszélnek róla. Így működik a közvélemény. Így magyarázta nekem a bácsikám. Te jöhetsz és mehetsz, a közvélemény marad. A közvélemény roppant fontos dolog. Jónak kell lennie. Vagyis, hogy az emberről jókat mondjanak. Például, ha sáros cipőben vagy piszkos ruhában megy ki az ember, azt mondják róla, hogy rendetlen. És ezt a véleményt nagyon nehéz megváltoztatni. Még akkor is, ha az ember ezek után sokáig tiszta ruhában jár. Vagy képzeljük el a következő esetet. Nem ment ki az ember reggel a fürdőszobába mosakodni. Megszólták. Azt mondják, hogy nem mosakszik. Ezzel szemben, ha valaki mindig tiszta ruhába jár, rendesen, mindenkinek köszön, nem huligánkodik, akkor jó vélemény alakul ki róla. Sőt, többet mondok. Ha megpróbál az ember eltitkolni valamit a közvélemény elől, például nem csinálja meg a leckéjét, vagy titokban valamilyen papírt köt a macska farkára, a közvélemény így vagy úgy, de tudomást szerez róla. Hogy hogyan, azt nem tudnám megmagyarázni, de tény, hogy megtudja. Hát, ilyen dolog a közvélemény. Meg kell mondani, hogy lakásunk minden lakójáról jó vélemény alakult ki. Minden lakónk szerény és jóra való ember volt. Igazi dolgos ember. Mindenki, egy kivételével. A lakásunkban a következő személyek laktak. Egy könyvelő a családjával. Egy szerelő a családjával. Az Operett Színház egykori énekesnője család nélkül. Mi és még egy ember, akiről a következőkben szó lesz. Ez utóbbi kivételével mindenki szorgosan dolgozott, még az egykori énekesnő is, francia nyelvórákat adott. Mindenkiről jó vélemény alakult ki, egy ember kivételével. A mi családunkról, köztük rólam is, jól vélekedett mindenki. A lakásban azonban a legjobb vélemény a bácsikámról volt, bár ő nem is lakott ott. Viszont a bácsi állandóan ott volt nálunk, ha éppen megérkezett valahonnan. Gyakran ott éjszakázott, és kitűnő viszonyban állt a lakás minden lakójával. A bácsit szerették, mert általában is érdekes ember volt. De azon kívül nagyon sok jót tett a lakókkal. Nem azért, mert időnként elvégzett a lakásban kisebb javításokat, bár ezt is csinálta. A bácsi nagyon sokat tett a lakókért magasabb értelemben. Erősítette a közösséget. A bácsitól mindenki kérhetett tanácsot, és ő mindenkinek nagyszerűt adott. A bácsi gyakran hozzászólt a legkülönbözőbb kérdésekhez a nagy hurrában, és az ő véleménye döntött, mert óriási tekintély volt. És ezen nem is lehet csodálkozni. Ti már tudjátok, milyen ember volt a bácsikám. Én egyszerűen nem is tudom, mi lett volna a kommunánkkal, ha nincs a bácsi. Viszont élt a lakásban egy ember, akiről valamennyiünknek elég rossz véleménye volt. Ezt az embert úgy hívták, hogy köszönöm a figyelmet. Mindenkinek szünet nélkül azt ismételgette, köszönöm a figyelmet, és hogy nagyon köszönöm. Nagyon udvarias volt, túlontúl is udvarias. Öreg volt és különc. Mindig rozsdabarna kabátban járt, rozsdabarna sapkában és ódivatú kalucsniban. Egyedül lakott egy kis szobában a konyha mellett, a Sugárút végén. Azt beszélték, hogy a szobájában nincs ablak. Én magam soha nem láttam. A szobája mindig zárva volt. Amikor kijött, nyomban bezárta. Még akkor is, ha a konyhába ment. Ha bent ült a szobában, akkor is bezárta az ajtót. Az udvaron, a padon is szeretett üldögélni. Bizonyára levegőre vágyott. Azt beszélték róla, hogy valamikor övé volt az egész ház. Én mindig sajnáltam egy kicsit, és a mamám is. Gondoljátok csak el, elveszteni egy egész házat, és egy ablak nélküli kis szobába lakni. De a bácsi azt mondta, hogy nincs miért sajnálni, mert korábban vérszopó és háztulajdonos volt, vámpír. Tudjátok, mit jelent az, hogy vámpír? Farkasbőrbe bújt ember. Halott, aki kijár a sírjából, és élő emberek vérét szívja. Nekem egyszerűen borsózik a hátam, ha erre gondolok. Amikor először hallottam róla, egész éjjel nem tudtam aludni. Úgy rémlett, hogy mindjárt beállít a vámpír, és kiszívja a vérünket. Aztán a bácsi elmagyarázta, hogy ezt átvitt értelemben kell érteni. Vagyis, hogy egyes dolgokat a szó szoros értelmében kell felfogni, másokat pedig átvittem. Ez a vámpír a szó szoros értelmében nem volt vérszopó. Remekül ebédelt a legjobb éttermekben, és nagyon tisztán járt. A városban luxusbérkocsin közlekedett, a legjobb kocsisokkal, akik úgy száguldottak akár a szélvész, mert remek lovaik voltak. Fajtiszták, almásderesek, nagyon szépek, vékony, befáslizott lábakkal. Én még láttam ilyen bérkocsikat Moszkvában, amikor 5 éves voltam. Homályosan emlékszem rájuk, csak azt tudom, hogy nagyon szépek voltak. A bácsival még egyszer-kétszer utaztam is ilyen bérkocsin. Egyszerűen csak úgy, szórakozásból. Gyakran azonban nem lehetett így utazni, mert nagyon drága volt. Egyszer a bácsival a vadássoron fogadtunk egy bérkocsit, a mai Marx-sugárút végén. Ott, ahol most a taxiállomás van, a Moszkva szálló mellett. Azelőtt bérkocsi állomás volt. Emlékszem, sokáig válogattam a lovak között. A bérkocsisok egymást túlkiabálva csalogattak bennünket, mindegyik magához. Mindegyik a maga lovát dicsérte, és az oldalukat is csapkodták a tenyerükkel, mint a madarak a szárnyukkal, hogy felmelegedjenek, mert mindez télen történt. A lovak deresek voltak, az orjukaikból pára gomolygott. A legszebb lovat választottam. Nagyszerű állat volt, magas, almásderes, vékony nyakán kicsi, büszke fej, vékony, befáslizott lábakkal. Beültünk a kis számba, betakartuk magunkat a medvebőrtakaróval, és elindultunk. Nagyszerű volt. Igazán kár, hogy ma már nincs ilyesmi. A bácsival hátul ültünk, melegített a vörös rojttal szegett medvebőrtakaró. Előült a kocsis, hadonászott az ostorával, és kurjongatott a járókelőkre. Hé, félre! A kocsison vastag bunda volt, amit kívülről zöld szövettel vontak be, vörös bőröv tartotta össze, és a kocsis hátsó fele akkora volt, mint egy párna. És hol erre a hátsóra, hol a lóra néztem, hol meg az utca két felére, ahol is nagy hóbuckák tornyosultak. Bár Moszkva központjában repültünk, és a hó az arcunkba hullott, és én nyomban egészen kivörösödtem, a bácsi is egész vörös lett, és a bajszán jégcsapok lógtak, és amikor a kocsis hátrafordult, ő is egészen vörös volt, a ló viszont fehér, a dértől. Horkantott, sebesen kapkodta vékony lábait, és mindkét oldalra szétfröccsentette a havat. Csak úgy repültünk, mint a szélvész. Amikor megérkeztünk, a kocsis megengedte, hogy egy darabka cukrot adjak a lónak. Külön ezért tartottam magamnál a cukrot, és hogy megsimogathassam az állat fejét. Hát szóval, ez a köszönöm a figyelmet mindig ilyen bérkocsikon utazott. Sokan viszont gyalog jártak. A bácsikám is gyalog járt, a papám is, a mamám is, mert szegények voltak. Köszönöm a figyelmet viszont, ez a vámpír, ez gazdag volt. Nem csak a mi házunk volt az övé, volt még egy háza a Mohovaján. És még máshol is, ahol különböző szegény embereknek adta ki a szobákat. És 3 bőrt is lehúzott róluk, mert kizsákmányoló volt, a szegényeken élősködött. Hát ilyen értelemben volt vérszapó. A forradalom után mindent elvettek tőle. Betelepítették a konyha melletti kicsi szobába. A lakását pedig odaadták a szegényeknek, nekünk és a szomszédainknak. Hát, ilyen ember volt ez a köszönöm a figyelmet. Természetesen sérelmes volt számára, hogy mindenét elvették. Ezért is vonult félre. A bácsi szerint nem szerette az embereket. Egyszerűen csak azért volt ilyen udvarias, hogy ne zavarják. Bármi történt, ő nyomban azt felelte, köszönöm a figyelmet, és hátat fordított. A világ végén. Gyakran jártunk a bácsival pecázni. Az egész család együtt ment hanggal és csanggal. Rendszerint Mamontovkába igyekeztünk. Ez nincs messze Moszkvától. Ott folyik az Ucsa, abban horgáztunk. Nemrégiben véletlenül elvetődtem Mamontovkába. Író-olvasó találkozón voltam egy iskolában. Aztán végig sétáltam Mamontovkán, és eszembe jutottak azok a régmúlt esztendők, amikor a bácsival halat fogtunk az Ucsába. Mennyi víz folyt le azóta a folyón, és mennyire megváltozott Mamontovka. Közművesítették. Ez már nem is falu, hanem település. Sokáig jártam fel-alá az Ucsa partján, még azt a kis dombot is megtaláltam, aminek az aljában a bácsival tábortüzet raktunk. Csak a fürdőházat nem, pedig ott kellett állnia félig a vízben, faoszlopokon. Vagy talán ez egy másik helyen volt? Emlékszem, éjszaka indultunk Moszkvából. Reggelre odaértünk az Ucsa partjára. Egy kis fürdőházhoz, amely félig a vízben állt oszlopokon. Én hajítottam le elsőként a hátizsákot a dértől fehér fűre. Aztán leszedtem hangcsang hátizsákjait is. Nekik is volt hátizsákjuk. Most úgy rohangálnak a parton, mint az eszelősek az örömtől. Én is ugrálok örömömben. Az új csizmám rögtön nedves lesz a harmadtól. A nap még nem süt, de már világos van. Körös körül minden milyen szép. Köd borít mindent. Olyan erős, hogy az Ucsa túlsó partját egyáltalán nem látni. A távolban tömör falként áll a köd, a közelben pedig állandóan mocorog, lélegzik, kócos foltokban gomolyog. Az Ucsa füstölög. Úgy tűnik, mintha folyóban láthatatlan tűz égne, és annak a füstje emelkedne a vízből az ég felé. A ködgomolyban időnként feltűnik egy füves domb, egy fűzbokor, a levegőben úsznak. A folyó végtelen, a világ végén állunk, amin túl már nincs semmi, csak ez a folyó. A világ végén vagyunk, a világ végén énekelem, s táncot lejtek a csúszós füvön, körülöttem pedig csang és hangtáncol. Aztán előszedjük a hátizsákokból a holmikat, és széjjel rakjuk a leterített viaszos vászonra. A sátrat is előrángatjuk, és fölállítjuk a parton. A sátrat a bácsi állítja fel, a papa, a mama és én segítünk neki. Aztán a bácsival agyagért indulok. Ez roppant fontos dolog. A víztől nem messze találunk egy kis agyagszakadékot. Egy zsákot telerakunk agyaggal, visszavisszük a sátorhoz. A bácsi csalit készít a halapnak. Előszed a sátorból egy darabka furnérlemezt és egy hatalmas dobozt, amelynek a tetején lyukak vannak. A dobozban pedig hosszú, kövér kukacokat tart. Mászóknak nevezi őket. A házunk előtti téren ásta ki őket Moszkvában. Belemarkolunk a gilisztákba, a furnérlapra tesszük, és különleges vasbárddal feldaraboljuk őket apró darabokra. Ez a halaknak pecsenye. Bélszín alá sztroganov, ahogy a bácsi szokta mondani. A mama mindig elment, amikor a bélszín alá sztroganovot készítettük, látni se bírta. De a papa meg én segítettünk a bácsinak. Miután a kukacokat felszabdaltuk, összekeverjük az agyagmasszával, és pogácsát formázunk belőle. Utána kásából készítünk pogácsát, köles és gyöngykásából. A kását is még Moszkvában készítette el a bácsi. Hozott egy zacskó párolt kukoricát is, de ebből nem pogácsát csinálunk, ez a beetetéshez kell. De ez még nem minden. A bácsinál van még kenyér, fehér és fekete, ánizsolajjal átgyúrva, vattával összetapasztva, hogy jobb illata legyen, és biztosabban üljön a horgon. Ha nem lenne benne vatta, gyorsan sétálna a vízben és leesne a horogról, de a vatt a szálaival erősen tartja magát. Van még a bácsinak szúnyoglárvája is. Aprócska, áttetsző vörös férgek, fekete a fejük és olyan fényesek, mintha lakkozva lennének. Mennyi finom falatot készített össze a halaknak, de hát ugye mondtam már, hogy a bácsikám nagyszerű horgász volt. Mindig gondosan felkészült a horgászásra, ezért aztán sok halat is fogott. Amikor befejeztük a kotyvasztást, megindultunk lefelé a folyás irányában. A fűzfabokrok között leereszkedtünk a vízhez. A sátrunk, a mamám Hang és Csang eltűnnek a ködben. Most egyedül vagyunk. Csak a fűzfabokrokat látjuk, a füvet a lábunk alatt és a sötét, füstölgő vizet. Még egymást is alul látjuk, olyan sűrű a köd. A bácsi tudja, hogy fölöttünk a folyón gázló van, egy sekély rész, ahol át lehet gyalogolni. De itt mély a víz, egyenletes és csendes a folyása. Itt nyitjuk meg a haléttermet. Bedobáljuk a folyóba a kásás pírogokat és a bélszínál a sztroganovot. De ez még nem minden. Amikor ezzel végeztünk, a bácsi elmondja a ráolvasást. Minden horgászás előtt elmondja a ráolvasást. Leguggol a víz mellé, kezében a hosszú pecabot. A papa meg én szintén leguggolunk a bácsi háta mögé, bottal a kezünkben. Körös körül csend. Csak a fűzfabokrok hegyes, ezüstös levélkéi sustorognak, és a folyón túl a ködben csattog a fülemüre, mert tavasz van. A bácsi ünnepélyesen kezdi a ráolvasást, halk, mélyről jövő torokhangon. Mi pedig suttogva ismételjük. Figyeljetek csak ide, feltárom előttetek a bácsikám titkát. Egy nagy horgász, nagy titkát. Így kezdi. Gyere elő, koncér a mélyből, hozz magaddal sok halat, hozz magaddal sok halat. Ismételjük a papával. Derekassan vendégellek piroggal a part alatt, piroggal a part alatt. Ismételjük. Gyere kárász, gyere elő, gyere elő. Ismételjük. Bújj elő, ponty, elűzöm a bánatod, ismételjük. Látogass meg te is, harcsa, zsírba tesz majd a kis marcsa, zsírba tesz majd a kis marcsa, ismételjük. Ezek után a bácsi feláll, és elsőként bedobja a horgot. Én is dobom a magamét, és a papa is bedobja a horgát. Egymástól olyan távolságra állunk, hogy ne zavarjuk egymást a bedobásban, hogy ne akadjanak össze a zsinegeink, mert időnként kirántjuk, és újra bedobjuk a horgokat. Bedobásos pecázást művelünk. Ez nagyon felelősségteljes horgászásám. Nem mindenki tudja csinálni, de én tudom. A bácsi tanított meg rá. A zsinort kissé feljebb dobom be, mint ahol állok, valamivel messzebb a parttól. De néha nem is messzebb. Ez attól függ, hogy mit mond a bácsi. Ő mindig gondosan felméri a folyófeneket, ottól pecázni kezd, és az úszót olyan távolságba helyezi el a horogtól, hogy a csali a feneket érje. Ez is nagyon fontos ám. De néha egy kicsit a fenék fölé, néha pedig félmagasságban. Minden attól függ, milyen időben pecázunk, hol pecázunk, hogyan pecázunk, és milyen halat akarunk fogni. A bácsi mindezt tudja. És én is nagyszerűen tudom. Már gyerekkoromtól kezdve ismerem a pecázás minden titkát, mert a bácsikám beidomított. Beidomítani annyit tesz, mint jól megtanítani. Nekem egyszerűen az a szerencsém, hogy volt egy ilyen bácsikám. Most éppen fenekezünk. A csalit följebb dobom be. Úszom felfelé bered lassan, és elúszik mellettem. Nagyszerű úszom van, dugóból készült. A felső része pirosra van festve, az alsó pedig zöldre, hogy én lássam, de a halak ne. Nagyszerű úszom van, akárki, akármit mondjon. Nagyon vékony, érzékeny. Pontosan reagál a legkisebb érintésre. A bácsinak is nagyszerű úszója van, és a papának is, mert az úszókat maga a bácsi készítette, és a nehezékeket is ő maga öntötte. Még a villantókat is maga csinálta, különféle típusú villantókat és nehezékeket agyalt ki. Némelyik típus még a horgászboltok fegyvertárába is bekerült. Menjetek csak be egy horgászboltba a Kuznyecki hídnál, kérdezzétek csak meg, hogy tartanak-e Vlaszovka féle villantót. Azt fogják mondani, hogy természetesen. Ezt a villantót a bácsi találta fel, és a barátja Vlaszov tiszteletére nevezte el így. Minden felszerelésünket saját kezűleg készítette. Csak a zsinegeket vette a boltban, és a botokat, és még egyet mást. de mindezt aztán átalakította. Mindig mindent nagyszerűen és kedvel csinál. Soha semmilyen dologban nem szabad fusizni, mondogatta. Fusizni azt jelenti, hogy rosszul csinálni. A bácsi soha nem fusizott, még kis dolgokba sem, még akkor sem, ha átalakított valamit. Átalakítani pedig nagyon szeretett. Még az életét is átalakította, nemhogy az úszókat. A bácsi nagyon szerette Majakovszkij verseit. Először át kell alakítani az életet, s azután lehet dalolni. Dalolom suttogva, és figyelem az úszót. Csak az úszót bámulom ám. De szemem sarkából figyelem a papát és a bácsit is. Látom, hogyan dobják be a zsinegeket. Nem beszélgetünk. Pecázás közt beszélgetni tilos, mert meghalhatják a halak. Meghalhatják, hogy mit beszélnek róla, és elmehetnek. Énekelni azonban lehet, de csak úgy, hogy a hal ne hallja. Énekelni még hasznos is, segít az összpontosításban. Először át kell alakítani az éle, éneklem, és hirtelen észreveszem, hogy az úszón megremeg, és a víz felületére fekszik. Ez egy dévérkeszeg, a dévérkeszeg mindig így harap. Bevágok, és érzem, hogy egy jókora hal akadt a horgomra. Bácsi, kiáltok, bácsi! Már szalad is, a merítőhálóval jön. Kézbe veszi az én botomat, és óvatosan kiemeli a halat. Hát persze, hogy egy dévérkeszeg, oldalra fordul a vízben a partnál. Mekkora? A bot ívként feszül, a bácsi egyik kezével a botot tartja, a másikkal pedig a merítőhálót csúsztatja hal alá. Egy ekkora halat nem lehet kirángatni a vízből, ha letépli magát. Bizonyára van vagy 2 kiló. Ez aztán a hal. A bácsi a hálóba emeli, és kiszedi a vízből. A keszeg ott ficánkol a parton, farkával csapkodja füvet. Ezüstös, kövér, széles, milyen szép a zöld füvön, mint a megolvadt ólom. Először az életet kell átalakítani, ordítom lelkesen, aztán lehet énekelni, és táncolok a keszeg körül. Vadul ugrándozom a hal körül. Hagyd már abba, szól rám a bácsi, minden halat elzavarsz. Beleteszi a halat a szákba, a többi halhoz, amelyeket ő maga, meg a papa fogott ki. A szákot a víz alatt a bokrokhoz kötözték. Van benne már néhány jókora keszeg, és néhány veres szárnyú koncér. Amikor odalép hozzájuk az ember, ugrándozni kezdenek. Tovább pecázunk. Jó kapás van. Egymás után húzom ki a partra a halakat. A kicsiket én magam, a nagyobbakat a bácsi segítségével. Донской казак разгуляется, ой да то Донской казак разгуляется.